Herman János, Botos Árpád és Barabás Tamás urológus szakorvosok végeznek vizsgálatokat november 14-én szombaton. A férfi szűrőnap az idei évben is Székesfehérvár önkormányzatának támogatásával jöhet létre. A férfi nap, illetve a női szűrőnap is az egész városra vonatkozik, tehát az egész városból jöhetnek a család és nővédelmi központba. Azért szervezzük itt, mert hiszen a férfiak is a család része. Igaz, hogy ez egy nővédelmi központ, de család és nővédelmi, úgyhogy várjuk őket, hiszen ők talán kevesebb figyelmet fordítanak magukra. Mi nem megijeszteni szeretnénk őket, hanem arra, hogy gondoljanak magukra, gondoljanak arra, hogy fontosak nekünk. Elsősorban azok jelentkezését várják, akik elmúltak 50 évesek, de még nem vettek részt szűrővizsgálaton, illetve a 40. életévüket betöltött férfiakat, akiknek már előfordult a családjukban prostatadaganat, vagy bármilyen prostata megbetegedés. A szűrésnek a nevében benne van, hogy gyakorlatilag panaszmentes embereket próbálunk egy orvosi vizsgálatra becsalni. Ez nyilván egy kampány jellegű dolog, amit ilyenkor csinálunk, ugyanis nagyon sok betegség, és ebben a prostatarák különösen élen jár, gyakorlatilag meggyógyítható, ha a kezdeti stádiumban megtaláljuk. Ehhez viszont el kell jönni, hogy megnézzük. Herman János főorvos hozzátette, a hétköznapi életünkben is érdemes körültekintőnek lenni, akár tisztálkodáskor, hiszen könnyen észlelhetjük magunkon is a problémát, és csak az időben felfedezett prostata megbetegedés kezelhető. A férfi szűrőnapra a képernyőn látható telefonszámon lehet regisztrálni november 6-án hétfőn, illetve 7-én kedden 8 órától 16 óráig. Dr. Keresztúri Lászlóné, a Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda szakmai vezetője arra kéri az érdeklődőket, aki teheti, minél előbb jelentkezzen be, mivel csak korlátozott számban tudják fogadni azokat, akik élni szeretnének a lehetőséggel.